Mi a Velencspáné Gimnázium 10. B-s csapata vagyunk, név szerint Kitti, Nóri, Luca és Csilla. És Domi, aki most a kamera mögött áll. Nagyon reméljük, hogy tetszeni fog nektek a masinánk. És előtte még szeretnénk bemutatni a felkészítő tanárunkat, Lázár Armand tanár urat. Akitől a csapat nevünk is ered, ami ugye mutatni. Első lépésként egy alumínium fóliára ólomgolyót helyeztünk, amire sósavat csöpögtetve szépen a sósav kioldja az alumíniumot, és ezért a golyó lecsúszik ezen a lejtőn, ahol is meglöki a dominó sort. Ott láthatják az első lépésnek a egyenletét. Tehát miután meglökte a dominó sort, itt láthatunk egy elágazást, amely egy újabb kémiai kísérlethez vezet, ahol is a nátriumhidroxid beleömlik a vas 3 klorid oldatba, és barna csapadék képződik. Itt látható a reakcióegyenlet és a felhasznált anyagok. Tehát, ez a súly meglöki ezt a kiskocsit, ami legurul ezen a lejtőn, és meglöki a főzőpoharat, amiben aceton található. Az aceton belefolyik a petri csészébe, amiben a poliuretán hab található, ami szépen lassan felszívja az aceton. Szóval a kísérlet folytatódik úgy, hogy a poliuretán hab feloldódik, amely le fogja lökni ezt a kis golyót, ami beindít egy dominósort. A dominóhoz dzsengát és dominót használtunk fel. A golyó legurul a lejtőn, amely meg fog lökni egy gombolyagot, amely hozzá van erősítve egy dióhoz, amely pedig egy 2 kilós súlyzót ránt le hirtelen, amely beindít egy kiskocsit, ami, hogyha jól megnézzük, 3 és 3 gyufaszál található, amelyet nagyon erősen hozzáerősítettünk gyurmával a dzsenga építőkockákhoz. Ezt tovább vezetjük egy szalvétával erre a lapra, amelybe kálium nitráttal az iskolánk nevét írtuk bele. És a kísérlet végén láthatjátok, hogy mi fog történni. Csak.
animációnk végeztével bemutatjuk a elvégzett lépéseket. Ugye az első lépésben itt látható a lyuk, amit a Sósa végetett az alumíniumon. A lejtőn legurult, feldöntötte a dominókat. Az első kémiai kísérlet után látszódik a barna csapadék a főzőpohárban. Majd a kiskocsi is elindult, meglökte az acetont, amely beleömlött ebbe a petri csészébe, amelyben látható, hogy a hungarocell szépen eloldódott. Azután végigurultak a végigdőltek a dominók, és leesett a hozzá használatos súlyzó, illetve dió, valamint a kiskocsi is, amely meggyújtotta a gyufát. Ez leégette a káliumnitrátba mártott szűrőpapírt, amiből pedig kiégett egy felirat, amely sajnos most nem látszik. Let me burn now! Mondom, hogy most igen, hogy mindig ilyenkor sikerült. Na, most az egész világban mindenség ez a apamilyen! Mi nem azok? Na, ez a... A pózerek beindultak. Ez az ólomgolyó, meg... Kettő, három. Most pedig bemutatjuk a láncszekciónk lépéseit. Első lépésben egy alumon... Azért ennyire. Kiskocsi.